Néma csend van a művészeti szakközépiskola termében, csak néha töri meg az alkotás halk pillanatait az agyag ütögetésének hangja. Ezen a felvételen is az látható, ahogy fiatal szobrászok formázzák az agyagot a 19. országos mintázás versenyen. Eddig még nem voltam ilyen versenyen, viszont nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, mert így megmutathatom én is a tudásomat, és tapasztalatszerzésnek is jó. Nem csak a szobrászjelölteknek, modelljeiknek is nehéz feladatuk volt a versenyen. Mozdulatlanul kell ülni, szóval meg se lehet mozdulni. De ilyen szünetekben meg néha-néha így, amikor elgémberedik a nyakam, akkor megszabad. A modellek egy olyan dobogón ültek a verseny alatt, amelyet meghatározott időnként 9-10 percenként elforgattak, hogy a versenyzők minden szögből lássák a mintázandó fejet. A legjobb fiatal alkotók szakmai tapasztalatot, továbbtanulásukhoz pedig előnyt is szerezhetnek. Kapnak érte pluszpontot a továbbtanulásnál, és ez különösen fontos, hiszen azok a gyerekek, középiskolások, akik művészeti pályán mennek továbbtanulni, nekik pluszpontra csak idegen nyelvből van lehetőségük, illetve ezekből az művészeti országos versenyekből. A versenyzők technikáját és készülő alkotásait szaktanárok és a szakma kiváló képviselői zsűrizték. Egy fogalmat fogunk megadni majd a versenyzőknek is, ezek alapján papírplasztikát kell majd készíteniük, tehát itt aztán a kreativitás teljes teret és szabadságot fog kapni és élvezni. Ilyen szempontból viszont hát kicsit az értékelése szubjektívebb, hiszen azok az alap szempontok, amit a portréknál megvannak, itt most nincsenek. És itt az objektivitást a három zsűritagnak a szubjektív véleménye fogja majd kiadni. Az országos mintázás versenyre idén 14 iskolából 25 diák érkezett Nyíregyházára. Ők két napon keresztül versengenek a művészeti szakközépiskolában.